Visen bizonyította jobban a klub nagyságát, mint a Tolna városi sportcsarnokba felragasztott rengeteg kép és eredmény. Gálné Víg Zsuzsanna, a kézilabda klub elnökének munkája nélkül nem valósulhatott volna meg ez az esemény. Szeretnénk bemutatni a régi kézilabdásoknak, akik már csak esetleg tévéből nézik a közvetítést, vagy kimennek mérkőzésekre, hogy a mai kézilabda már mennyivel más, hogy már mennyivel korábban kezdjük a kézilabdát, vagy a labda szeretetet oktatni. Így óvodások bemutatója, kisiskolások bemutatója lesz a programban, és lesz egy komoly feladatunk is. Schmidt tanár úr, ahogy mindenki ismeri, egy emléktáblát szeretnénk a tiszteletére felavatni. A helyi sportolók életében meghatározó volt Schmidt József, a tanár úr személye. Pedagógusként, edzőként, emberként is szerették és tisztelték. Tolnán Vörös Lobogó néven, Tolnai Vörös Lobogó néven már 54-55-ben volt kézilabda. Lehetséges, hogy volt előbb is, de nem találtam róla anyagot. És Mözsön viszont 57-től Schmidt tanár úr került az iskolába, és így kezdte oktatni ő a kézilabdát. Aztán a mözsi TSSK vette át a csapatokat, férfinői szín mind a két korosztályba. Berta Zoltán alpolgármester és a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke volt az ötletadó. Ő kereste fel Gálné Víg Zsuzsannát, hogy a rengeteg élményt felidézve tartsák meg ezt a rendezvényt. Ennek az apropója az volt, hogy ugye különböző közösségekbe járva, vagy szülőtársakkal beszélve, gyakorlatilag nap mint nap felmerül itt a városba a kézilabda, a kézilabdás múlt, a kézilabdás jelen. Ez volt az ötletadó számomra, hogy hozzuk össze ezt a közösséget, hiszen városunkban a kézilabda több mint fél évszázados múltra tekint vissza. Kezdődött Mözsön, még szabadtéren, kinti pályán. Én ezeket csak emlékekből tudom, de járva a nyugdíjas klubokba, idősebbekkel, szépkorúakkal beszélgetve nagyon-nagyon sok élményt közvetítettek irányomba. Először, de terveik szerint nem utoljára szervezték meg ezt a gálát tolnaiak és mözsiek, ahol múlt és jelen kapcsolódott össze a kézilabdának és a résztvevőknek köszönhetően.